Kedves nézőink, Ne bánts címmel tartottak projektrendezvényt az iskolai erőszak ellen a közelmúltban a Fekete-Vörös Marti iskolában. Most az ott készült felvételeinket láthatják. Milyen kezdeményezés keretében került sor a mai előadássorozatra? Ezt a programot a Kléber West fenntartó intézmény indította. Tulajdonképpen egy partnerség kapcsolatteremtés a célja. Az a célja, hogy valamilyen témára, ami az iskolát érinti rá, felhívja a figyelmet, úgy, hogy ehhez külső partnereket nyerünk meg. A mi partnereink most az Ajkai Rendőrkapitányság, a Büntetés Végrehajtó Intézet pártfogó felügyelő munkatársa, a mentálhigiéniás szakemberünk és a védőnünk, illetve a kollégák segítenek, mivel a felkínált témák közül mi az iskolai erőszak témát választottuk, ezért őket nyertük meg partnernek. Leginkább a 7.-8.-osokat próbáltuk megszólítani, és egy másik iskolát is be kellett vonni, ez pedig a Borsos iskola, szintén 6.-7.-8. osztályosai. Őket várjuk még most, és aztán kezdünk. Egy bevezető, figyelemfelhívő előadás után 4 helyszínre terveztünk programot. Rövid filmek a rendőrség dolgozóival, és nyilván azok megbeszélgetése. A Büntetés Végrehajtási Intézet pártfogó felügyelő Simó Erzsébettel beszélgethetnek továbbra, még a diákok. Egy nagyon kis titkos beszélgetés történik majd a mentálhigiéniás szakemberrel, és a 4. helyszínen agresszióhoz kapcsolódó önismereti teszteket tölthetnek ki diákok is, felnőttek is, és annak az értékelését is mindjárt megkapják. Ennyi a rövid kis projekt délutánunk. Ha a gyereket bántanak a társai, akkor mennyire jellemző az, hogy mer segítséget kérni a felnőttektől? Hát ez nagyon változó. Van, aki egyáltalán nem kér segítséget, mert pontosan maga is szégyelli ezt, vagy valamiféle vesztesként éli meg magát, még a másik már tudja ennek az okait, és megtalálja. És ez a nagyon fontos, hogy valakit találjon felnőttek közül, akihez fordulni mer. Ez csak egy előadás, vagy pedig egy sorozat része, és volt előzménye, vagy lesz folytatása? Ez most egy ilyen kis rendezvény, aztán még egy figyelemfelhívó akciót tervezünk szerdára, ilyen kis flashmob-szerűt, és az itt hallottakról, illetve gyerekek kérdőíveket töltöttek ki, eddig 140-en, annak a kiértékelését is majd a gyerekek elé tárjuk még júniusig, hogy, illetve a Borsos iskola is megkapja. Egy kis anyagot állítunk össze az itt hallottakból, és azt pedig, azt már lehet, hogy szeptember lesz, lehet, hogy júniusig belefér, az osztályfőnöki órákon pedig levetítik és megbeszélik a gyerekekkel. Csatlakoztunk a programhoz az iskola felkérése alapján. Célunk az, hogy az iskola erőszakot visszaszorítsuk, illetve ne is legyen egyáltalán, ne történjen ilyen probléma az iskolába. Minden egyes általános és középiskola tartozik egyen rendőr, az iskola rendőr program keretén belül, és most ugye itt ez a program keretén belül, itt a Vörös Marti Fekete általános iskolához csatlakoztunk. Az iskola erőszaknak melyek a leggyakoribb megjelenési formái? Ugye beszélhetünk szóbeli és fizikai bántalmazásról egyaránt. A szóbeli bántalmazás az mikor még diákcsíny, és mikor lesz bántalmazás, és mikor kell beavatkozni a tanárnak? A tanárnak abban az esetben kell beleavatkozni, hogyha ezek az ilyen kijelentések, ami az emberi élet ellen irányulnak, az már kimeríti a büntető törvénykönyvnek a hatáját. Tehát nem csak az a bántalmazás, amikor meghúzzuk a haját, vagy adunk neki egy pofont is, hanem az is, ha csúnyán beszélünk vele. Így van. Amennyiben a kijelentéseink arra irányulnak, hogy tegyük föl, megöllek, kinyírlak, agyonütlek, ugye ez az emberi élet kioltására alkalmas kifejezés, akkor már alkalmas arra, hogy büntető eljárást lehessen indítani az illetővel szemben. Tehát ezek a kifejezések hiába gondolja viccnek a diák, akkor sem azok, ha nem vigyázzanak a szavaikra, igen? Igen. Viszont becsületsértés miatt bárki bármikor feljelentést tehet, hogy a magánindítvány kell hozzá, hogy az eljárás meginduljon. Mit hallgatnak és milyen filmeket néznek a mai délután folyamán a diákok? Elsősorban az iskolai erőszak ugye a fő téma, és ehhez kapcsoltuk az előadásunkat, így építettük föl. Elsősorban interaktív formában szeretnénk a gyerekeket megszólítani, és a véleményeiket kikérdezni a témával kapcsolatban. Amennyiben kérdés merül föl, arra nagyon szívesen válaszolunk.